Szeretettel köszöntelek benneteket, üdvözlök mindenkit a Facebookon és is itt az osztályban. Csak egy rövid bemutatkozás, azt tudjátok, hogy hogy hívnak, Kis József Zsolt. Most alapvetően, mint segítő hivatásban dolgozó ember tartom meg ezt az előadást, van egy polgári hivatásom is, az életem jó részében a média, televízió, kisebb arányban a rádió. Most is van valamilyen rész az életemben, amit ezzel töltök. Azonban a segítőhivatás a fő csapásirány. Ebben elsősorban az asztrológia, és hát képződtem több mentálhigiénés személyiségfejlesztő módszerben. Alapvetően ezt az asztrológia alá töltöttem, hogy így mondjam. És alapvetően mind a saját önismereti útam, szellemi praxisom, és ezen terápiás segítő módszerek alkalmazása közben, de elsősorban az asztrológia alkalmazása közben nyert tapasztalataim alapján, illetve tanulmányai alapján fogom ezt az előadást megtartani. És hát nem azzal a szándékkal, hogy ex-katedra kijelentéseket tegyek, vagy hogy azt mondjam, hogy itt van a nálam van az igazság, hiszen az igazság amúgy is odát van. Másrészt mindenkinek ugye a saját tapasztalata, saját útja ez, hogy rájöjjön a maga igazságára, és van azért végső valóság, ezt tudhatjuk, érezhetjük. Úgyhogy én tiszteletben igyekszem tartani mindenkinek a világképét, és inkább egy közös gondolkodásra, elmélkedésre hívlak benneteket. No, közben csak azt nézem, és engem megmondom, hogy mindig feszélyez az állandó technikai dolog, hogy nagyon ritkán van az én karmám, hogy csak az előadásra kellene figyeljek, akárhány helyen vagyok, mindig a technikával is kell foglalkozom. Most például látom, hogy nem tudom, hogy kezd lemerülni a laptopom, és még másfél órát kéne beszélni, pedig csatlakoztatva van, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Na, ennyi. Meglátjuk. Lehet, hogy meg kell szakítani, pedig be van dugva, de hát ez egy folyamatos jelenség. No, akkor menjünk tovább. Annyit még a jelenhez, hogy tanítok asztrológiát több évfolyamban, van egy haladó csoportom, és indul egy induló csoportom ősszel, ez a honlapomon rajta is van, a kisjozsefzsolt.hu-n, illetve szoktam tartani több mindent, tehát most, ami ide tartozik, tehát önismereti jellegű képzést, vagy vannak ilyen fórumok, de most leginkább itt így bedobok az ételbe a témához kapcsolódó, minden nyáron vannak ilyen archetipus táborok, kurzusok, és most is lesz egy augusztus 19-23-ig, erről még lehet, hogy szót ejtünk. Mi a vázlat, hogy nagyjából mire számoljatok, hogy belevágunk a témában, az egy témában, az egyik a, ez egy picit, lesz egy emberkép, egy alapvető filozófiai megközelítés, egy szellemi megközelítés, hogy keretezzük ezt az egész dolgot, hiszen minden szellemi rendszernek, vagy minden szellemi gyakorlatnak és önismereti útnak van egy emberképe. Aztán ugye megismerkedünk a teljesség igénye nélkül egy keresztmetszetszerűen rátekintéssel a magukkal, az archetipusokkal, és engedelmetekkel a végén, hogyha lesz időnk, én már jó egy éve beszélek arról, hogy transformatív időkben vagyunk, és most a 2020-as évennek a kapuja, a legerősebb kapuja, és egy korszakváltásban vagyunk, és végén, mivel ez szerintem sokakat érint, és érzitek is, tapasztaljátok, a mostani főszereplő archetipusokról is szeretnék ejteni néhány szót, illetve inspiráló gondolatokat mondani, sőt, még ha úgy van, egy házi feladat, itt adnék önkéntesen számotokra ez ügyben. És a végén meglátjuk, ha van idő, vagy fölmerül akár kérdések is. No, az akkor az emberképpel kezdem, és itt azért megkérdezem az elején, hogy van olyan köztetek, aki asztrológiát tanul, gyakorol jelenleg? Tehát aki azt mondja, hogy bírja az asztrológia tudását, praxisát esetleg? Vagy akkor ebben így érintetlenek vagytok ezek szerint? Jó, majd a végén egy kicsit az asztrológiát is be fogom vonni, hiszen az asztrológia egy önsors, világismereti, antropológiai rendszer, archetipusokkal dolgozik. Na hát akkor kezdem azzal, hogyha egy ilyen önreflektív kérdést fölteszek, hogy mi a lényeg az életben, vagy mi az élet célja,
hogy mi a legfontosabb számodra, akkor ezt most így vidd tovább magadban, hogy mi összegződött benned, vagy mi az, amit mondanál most, ha van valakinek kedve, akkor mondhatja is, akár, vagy bedobhatja a közösbe, esetleg. De addig beszélek, mert hogy azt tapasztalhatjuk, és a múltkori 3 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a csoporttal, akkor is az elején hoztam egy ilyet, hogy abban biztosak lehetünk, hogy változás van. Szokták mondani, a biztos a halál, és ez egy változás, tehát minden változik, tehát ez a pillanat, ez már nincs, ez már megszűnt. Tehát folyamatos változásban vagyunk, és mivel az ember egy öneszmélő, ébredő lény, ez a változás ez nyilván nem véletlenszerű, hanem ez a változás jó esetben megismerés. Ez egy olyan tapasztalás, ami egy megismerő tapasztalás, és mivel az ember önébredő, eszmélő lény, ebből jöhet egy felébredés, vagy egy tudatosulás, ha úgy tetszik, integráció. És hát amire hangolva vagyunk, vagy ami az alaptermészetünk, vagy ami a zsigereinkben van, és azt gondolom, hogy a keletkezésből, az eredetből, a teremtésből fakad, hogy a boldogságot magasabb szinten, az üdvállapotot keressük, vagy szeretnél szeretve lenni, valamiféle egészleges állapotot. De azt is megfigyelhetjük, hogy van egység, meg van kétség, ugye a polárisban, tehát amíg nem vagyunk az egységben, addig vannak kétségek, van polaritás, és amiben egyek vagyunk, az az, hogy mindannyiunknak van egója. Ezt picit a teremtés mítoszból még levezetném a következőkben, és abban is egyek vagyunk, hogy mindannyiunknak van egy szellemi része, egy transzcendens része, vagy egy isteni része, amiben különbözőek vagyunk, azt tapasztalom, nyilvánvalóan csak úgy beszélek, ahol én tartok, amilyen megértési szinten vagyok és tudatszinten. Hozzá kell, hogy tegyem, ez gondolom evidens. Azért is mondtam, hogy nem éjszákat akarok osztani. Hát viszont az, hogy hol tartunk ebben, akár születetten, akár az életünk során, vagy a nagy egységtől éppen hol vagyunk elzárva, mi a következő lépésünk, ez már sorsfüggő, életfeladat függő, itt viszont nagyon különbözőek vagyunk, tehát aztán Müller Péter író mondta azt, hogy a szellemvilágban nincs demokrácia, tehát magasabb szinten csak teokrácia érvényes, nem véletlen, hogy a szakrális társadalmak azok teokratikus berendezkedésűek voltak. Viszont abban meg lehet demokrácia, hogy mindannyiunknak van egója, és mindannyiunknak van isteni természete, ott egyek vagyunk. Aztán a következőit rajzoltam egy picit, de csak sematikusan. Próbálom ezt így megmutatni, hogyha van egyáltalán értelme, és ebből látok valamit. Hogy ugye 1, 2, 3, és meg ezt fogom használni, hogy a létünknek van egy hármassága. Ugye az mindenkinek evidens, hogy az ember test, psziché, én így használom, és szellem hármas egysége. Egyébként nagyon érdekes, hogy azt hiszem a 8. egyetemes zsinat azt cenzúrázta. Ugye szóma, ugye test, psziché, ugye a görögben, és pneuma, szellem. Ez volt eredetileg, de ezt valamilyen oknál fogva kiszedték, és bizonyos okból fakadóan vannak olyan tanítások és tudósok, akik azt mondják, hogy az az ateizmus, ami most a világunkban van, ez innen is ered, hogy valószínűleg többféle öntudatlanság, vagy ugye a sötétséget azt én nem tekintem önlétezőnek, hanem öntudatlanságnak, ez gerjesztett egy ilyen folyamatot. Na, minden esetre a lényeg az, hogy test, pszichés, szellem hármas egysége vagyunk, és itt is visszatér ez a hármasság, és én szeretek ilyen egyetemesebb megközelítéseket hozni a megértéshez, ami megállja helyét a mai modern tudomány talaján is, tehát például a kvantumfizika, hogyha abból indulunk ki, hogy valaki ateista és a világ az ősrobbanásból kezdődött, meg akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy megnézzük a genezist, megnézzük az eredet teremtés mítoszokat, ugye a világvallásnak az eredet mítosz, világvallások eredet mítoszait. És hát itt azt látjuk, ezt az alapvető sémát, hogy akár ősrobbanás, vagy akár teremtés, hogy ugye van az egy, amire mondhatjuk, hogy kitükrözi önmagát, elfogja a teremtés vágya, stb., és létrehoz önmaga tükörképét. Az egy az tökéletes, az egy nagy kérdés, hogy ha tökéletes, akkor miért kezd el megnyilvánulni? Jóga filozófiában erre vannak ilyen magyarázatok, meg más helyen is, hogy például a szeretet végtelen hatványozása,
például a keresztény misztikából, vagy egyszerűen csak a teremtő játéka. És ha megnézzük, ez érdekes dolog, mert amikor a kreativitásunkat megéljük, vagy játszunk, akkor annak úgy igazán nincs értelme. Az az igazi játék, nem azért csináljuk, hanem azért, mert jó, azért, mert szeretünk, azért, mert vagyunk micimackó. A szeretet hatványozódását pedig azt gondolom, hogy nem nagyon kell magyaráznom, bár ugye ez racionálisan vagy elmével meg nem fölfogható fogalom, csak megközelíthető, hogy mi az, hogy szeretet, vagy leírható, vagy körülírható. Na minden esetre ez a tökéletes kitükrözi önmagát, és létrehozza önmaga tükörképét, ami már magában hordozza a tökéletességnek a principiumát, viszont a tökéletlenséget is. Ezért ő is kénytelen kitükrözni önmagát, és tulajdonképpen elindul a teremtés sokasága. A jógacsárában ez úgy van, hogy képzeljétek el egy végtelen tükörtermet, és a tükrök végtelenül tükröződnek. Egyik oldalon, a másik oldalon pedig létrejön három folyamat. Ugye az egyik maga a megismerő kitükrözi önmagát, tehát a teremtő vagy az elindító. Van a megismerés tárgya, a tükörkép, és van a megismerés folyamata, ennek a kettőnek az interakciója. Ugye ez az ismeretelméletből is ismerős lehet, de máshonnan is, ugyanis azt látom, vagy azt figyelhető meg, hogy ami így az eredetből vagy a teremtésből elindul, ahogyan a fizikai anyag is persze nem önmagában, mert önmagában életképtelen reprodukálja önmagát, amikor megszületünk, vagy leszületik, vagy megnyilvánulunk, az emberben is ez történik. Ha megnézzük a személyiségfejlődést. Vagyis, hogy a személyiségfejlődés során is, vagy amikor megszületünk, és az ember gyerekből baba lesz, aztán fölnő, ezt a teremtési folyamatot megismételjük. Vagyis abban az esetben a megismerő a babának a leendő egója, a megismerés tárgya az maga az anya, ugye az az első tárgykapcsolat, így is nevezi a pszichológia, a megismerés folyamata pedig maga a személyiségfejlődés, hiszen a személyiség kialakulás arról szól, hogy a kitükröződő tartalmakat elkezdjük gyakorlatilag integrálni, tehát tulajdonképpen bevonni, vagy magunkra vonni. Aztán ugye kialakul egy személyiség, és egy átlag érett személyiségnél ugye vannak ezek az énvédő mechanizmusok, nyilván tisztában vagytok vele, ez a személyiségünknek az immunrendszer, amivel ez ego egyensúlyba tudja tartani magát, és egy átlag egészséges személyiség elfolyt vagy projiciált, tehát mivel nem tudjuk rögtön megélni az egységet, mert az lenne a felszabadulás vagy a megvilágosodás, ezért ez vagyunk kétségbe esve, vagy kettőségek világába, ezért ugye valamit kivetítünk, az nem én vagyok, és annak mindig van egy ára, hogy valamit pedig elfolytok. Na, szóval ott tartottunk, hogy énvédő mechanizmusok, és ugye van a projekció, kivetítés, és a elfolytás, annak mindig van egy ára, és tudjuk azt, hogy tehát amit kivetítünk, annak mindig van egy ára, hogy elfolytjuk, és tudjuk, hogy a fejlődő ember, vagy az önismereti úton járó ember a szublimál, tehát egy alacsonyabb késztetés magasabb szinten él meg, vagyis elkezdem visszavonni a projekcióimat, és akkor ez azért mutatok is valamit, csak azért, hogy így mégiscsak képbe legyünk, hogy. Itt van a tehát itt vagyok, itt vagy bárki, mondjuk itt van az én, ebből láttok valamit, itt van a te, és ugye csak egy részemről tudok, hogy én vagyok, tehát abban vagyok tudatos, ugye vannak az árnyék rétegek, és amiről nem tudok, ugye az is működik, és az is hat. És itt van a te, itt van a külvilág, az is persze ugyanígy van. És van egy ilyen mechanizmus, hogy amiről nem tudok, azt ugye kivetítem, és a kivetítésnek mindig az elfolytás az ára. Ezt magyaráztam, és tulajdonképpen arról van szó, hogy az önismereti úton nem járó ember, vagy az öntudatlan, vagy a nem fejlődő ember csak projiciál és elfolyt, és duzzasztja, vagy konzerválja az árnyékát. Ez az árnyék persze a személyiségfejlődés során keretkező árnyék, meg egyébként a születés előttről hozott, nem tudatosított, nem beszeretett, nem belőle tartalmak. A fejlődő ember viszont mit csinál, vagy az önismeret útján járó ember, ugye amit mondtam, sublimál, magasabb szinten pedig transzcendál, ami annyit jelent, hogy elkezdem a külvilágra vetített dolgaimat visszavonni önmagamra, és megtalálni magamba, ezáltal elkezdem az árnyékomat felszámolni,
Tehát az árnyékomat elkezdem kifényesíteni. Ezért van az, hogy az önismeret nem más, mint a tudattalan, vagy tudatossá tétele, vagyis gyakorlatilag a sötétségnek a fénybe emelése. És amikor már nagyon sok árnyék elfogy, akkor van az, amikor a személyiséget elkezdem felszámolni, vagy olyan mértékben tudatos vagyok az egómban, hogy képes vagyok transzcendálni. És van egy nagyon érdekes folyamat, hogy maga az önismereti folyamat, vagy a klasszikus önismereti folyamat, amire kitalálták a pszichológiát, vagy megalkottuk, meg a különböző pszichológiai önfejlesztő, személyiségfejlesztő módszereket, meg a pszichoterápiát, az ugye az egót teszi éretté. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy az egónk ma vagyunk tudatosabbak, tehát az öntudatlan tudatos bemeljük, és az elejére egy ilyen szintet, amikor létrehozunk egy tudattágulást, az a transzcendálás, és ott kezdődik valójában egy szellemi út. Ez kicsikölköt olyan, mint hogy tanul valaki matematikát általános iskolába, középiskolába, aztán ha elmegy műszaki egyetemen, akkor már igen magas szinten, vagy ha matematikus lesz, akkor már nagyon-nagyon magas szinten, és ugyanúgy matematikát tanul, tehát az önismeretnek az első része az az, amit gyakorlatilag tanulunk önmagunkról, tehát mint személyiségérés vagy személyiségfejlesztés, és egy idő után ez a folyamat nem más, mint az egónak a fölépítése, mert csak egy érett ego alkalmas arra, hogy engedje magát lebontani, sőt lebontsa önmagát és transzcendáljon, ezért az önismereti út az mindig előfeltétele a szellemi útnak. Régebben, például említettem, hogy szakrális társadalmak, teokrácia, archaikus korokban ez egy volt, ma már nem annyira egy. Tehát ez az emberiség egy olyan tapasztalási szakaszban van már jó régen, tehát nem véletlenül mondjuk azt, hogy ez nem jó és nem rossz, hogy ugye például keleten egy Káli Yuga, hogy sötét korban vagyunk, mert hogy ezek most kicsit külön váltak. De most egyébként lépünk egyre inkább egy olyan korszakba, ebben most éppen benne vagyunk, ahol újra az integráció korszaka jön el. Tehát, hogyha megnézitek, akkor a keleti világ, tehát a keletnek a tudása az a fölébredésre, vagyis a transzcendálásra helyezte a hangsúlyt, a nyugat pedig a személyiségfejlesztésre, és a kelet és nyugat terápiás módszerei is ilyen módon különbözőekké váltak, tehát a keleti megközelítés inkább az arról szól, hogy a problémákat elhárítani, a nyugati megközelítés pedig arról, hogy a problémákat megoldani. Valójában látjuk, hogy mind a kettőre szükség van, tehát ti, aki az Integrál Akadémián tanultok, vagy aki az integrál szemléletet ismeri, és a Campbell-beri modellt ismeri, ez egyértelmű, hogy ennek a kora jön el egyébként minden szinten a Földön, ahol a kelet és nyugati tudást ötvözni kell, mert hogy ez a tovább lépés, és egyébként is egyek vagyunk. Na most aztán, ha ezt a teremtés dolgot, vagy genezis dolgot megnézzük úgy, kicsit elemtani szempontból, hiszen az archetípusok ugye őselemekből épülnek föl, és akkor újra mutatom. Igen. Például asztrológia órán így tanítom, hogy ugye az elemek így levezethetőek, tehát amikor asztrológiát tanítok. Ugye ugye tudjuk, hogy négy elemmel dolgozunk itt nyugaton, de azt is tudjátok, hogy ismeritek, hogy a kínaiban öt elem van, meg van máshol is. Itt is benne van a nyugati asztrológiában is az öt elem, csak az ötödik elem az nem a filmcím, hanem az önébredő tudatosság, vagyis az éter. És ez azt jelenti, hogy ezt majd vissza fogok térni az archetípusoknál, hogy különböző tudatszinten, ugye mondtam, hogy hol tartunk az önismeretben, személyiségérettségben, tudatosságban, abban különbözőek vagyunk. Az, hogy egyfelé tartunk, abban egyek vagyunk, mert abban is, hogy az ego ennek az eszköze a fölébredésnek valójában. Tehát az Istenhez vezető út, ha úgy tetszik, az egón keresztül vezet. Szepes Mária fogalmaz, hogy Isten és közöttem állok én, de ez nyilvánvaló, az ego csak belülről, nem lehet kívülről előszakkal egy immanens fejlődés eredményeképpen tud egyre érettebb ego beletágulni a magasabb rendűbe, Campbell-be is ezt tanítja, de egyébként minden szellemi rendszer valahol ebben összevág. De most, ha megnézzük, a teremtés mindig a tűzelemhez tartozik, mert hogy az archetípusok őselemekből, mint alapelemekből épülnek föl, ugyanúgy, mint ahogy a ház a téglákból épül föl például, és ugye a megnyilvánulónak mindig van egy olyan része, ami soha nem nyilvánul meg, mondjuk ez a nulladik pont, tehát ha megnézzük a teremtést. De van az, aki megnyilvánul, és az, aki megnyilvánul, az maga a teremtés elindul, ez a tűzelem. Maga a tükörkép, ugye a tükröződés tulajdonképpen a levegőelem, jön a kapcsolat, amit elkezdünk megélni,
a megéléshez tartozik a vízelem, és gyakorlatilag ugye a levegőelemhez tartozik, tudjuk, hogy az intellektus a gondolkodás, hiszen a földi világban is vagy megértünk dolgokat és gondolkodunk róla, vagy megélünk, jó esetben mind a kettőt tesszük. Ha a kettő szélsőséges, akkor vagy csak megélünk, nem tudunk gondolkodni, nem tudunk ránézni, vagy csak az értelemben vagyunk, a fejünkben vagyunk, viszont akkor nem éljük meg. Ezért van a tudatosság. A tudatos ember, aki önismeretben már magasabb szinten van, aki tudatosította az egóját, az egó folyamatait, akarati érzelmi ösztön, kognitív folyamatokat, az meg képes megcsinálni azt is, hogy miközben megérti és megéli a folyamatait, mondjuk az érzelmeit, ösztöneit, tudatossá is válik benne. Valójában ez a spirituális útnak a lényege, ugye Tao vagy Tantra, ennek különböző nevei is vannak, tehát a tantrikus utak, ez például kifejezetten úgy, hogy az életbe, a szamszárába bele vagyok kavarodva, így gyakorolják, hogy megélem, megértem, és közben tudatossá válok benne, és nem vonom ki magam a világból. És van a földelem, a manifestum, ugye megjelenik a teremtésben az élet színpada, tehát az anyag az nem más, mint tömény szellem. Van fizikai testünk, és ha azt mondtam, élet színpada Shakespeare után szabadon, amiben ugye színészek vagyunk, és előadjuk a szerepeinket, és ennek jelentősége lesz, mert hogy az archetípusok pont szerepekről szólnak. Aztán mutatok még egyet, ami ide tartozik, és ebből fakad, hogy gyakorlatilag nézzük ezt meg, hogy nézzük kicsit tovább, hogy van az egyes embernél, és még volt egy elvaratlan szála, amikor itt az énvédő mechanizmusokról beszéltem, csak megzavart ez a technika. És akkor a lényeg az, hogy azt mondtam, hogy elfolytás vagy projekció, és ugye a tudatosabb, vagy az önismereti úton járó ember, hogy visszavonja a projekcióit, és a tudatos, a árnyékba lévőt a fénybe emeli, a tudattalant a tudattalanba, tudatosba, akkor ugye elindul az a folyamat, hogy szublimálunk. És itt van az, amikor az ember elkezd fejlődni önismeretben, és elkezd eszmélni. És ezt azért mondtam el, mert hogy egy átlag egészséges ember is, amikor már kialakult egy személyiség, akkor is az történik, hogy ugye van egy belső tartalom, amivel gondolom mindenkinek evidens, hogy születünk egy belső tartalommal, amit hozunk magunkkal valahonnan, az, hogy ki mit gondol erről, meg mit tud, meg mit hisz, az már a saját világképe és meggyőződés, hogy honnan hozzuk, miként hozzuk. És azt elkezd kibomlani, legalábbis nekem ez állt össze, hogy a szocializációnk során az elkezd kibomlani, és ez beíródik a szocializációnk különböző szakaszaiban, erről még mindjárt fogok beszélni, és van egy rajzatáblán. És amikor már kialakul a személyiségünk, elkezd az embergyerek fölcseperedni, felnőtté válni, akkor is ugyanazt csináljuk, mint ami a teremtésben van. Vagyis kitükrözzük önmagunkat, és a tükörkép alapján pedig elkezdjük ezt visszavonni. Vagy pedig nem visszavonni, hanem harcolni a világgal. Ugye itt jön az, hogy vagy intimitást építünk, ami a szeretet előszobája, ez lenne a cél, vagy pedig emberi játszmákat folytatunk, az emberi játszmák mindig a hogy az intimitás, vagy a szeretet elkerülésére vannak. Na most a másik rajz, amire hivatkozom, az ez. Ez tulajdonképpen kicsit hasonlít egy ilyen DNS-hez, ugyanis hát ez most azt mondom, ami bennem összeállt kép erről, tehát hogy az gondolom mindenkinek evidens, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát hozunk valamilyen tartalmat. Én mindenkinek tiszteletbe tartom a világképét, hogy tényleg ki mit gondol erről, de ez látszik, és nap mint nap látszik bármiben én is az asztrológiai gyakorlatban tapasztalom, hogy van ez a hozott anyag. És ez tulajdonképpen software, hardware. Tehát elkezd beíródni a szocializációval. Először is a fogantatási vagy megnyilvánulási térben, és ezt nyugodtan egyeztessétek a Campbell-beri szintekkel, mert tökéletesen megfeleltethető ennek is, csak úgy mondom zárójelben, hogy a Campbell-beri létrával, akár egyéniben, a personálisban és a kollektív szinten is. És ugye az első a megnyilvánulási tér, a másik a fogantatási tér. Ugye mi van a szülők elmemezejében, és akkor arra leszünk mi rezonánsak. Tehát hozunk valami csomagot, tehát nem véletlen az, hogy kikhez születünk, mikor születünk, milyen időminőségben, ennek alapján működik egyébként a születési horoszkóp is valójában. Utána ketté válik, azért van ott két vonalka, mert ugye van egy personális fejlődés, meg közben beágyazódunk egy kapcsolati hálóba. Tehát közösségi lények is vagyunk, meg individuális lények is vagyunk. És ugye ez azt jelenti, hogy ha a personális nézzük, akkor ugye jön a magzatkor, aztán a születésélmény, aztán tovább ugye az első három év az óvodaérettség,
aztán utána a következő a 7 éves korig az iskolai érettség. Nem véletlen, hogy mondja a pszichológia, hogy 7 éves kora nagyjából megírjuk az életünk forgatókönyvét. És ugye közben pedig beágyazódunk, bejön az egész csomag egy úgynevezett transzgenerációs mintába, most ebben nem mennék bele, de szerintem ismert számotokra, hogy mit jelent. Belágyazódunk fizikai síkon, egy genetikai, az ősöknek a térképébe, ugye ez fizikai síkon így nevezhető, az ősöknek a vonalába, és egy családi tudatrezgésbe, és egy családi tudattalamba. Ugye ezért van az, hogy egyébként, amikor elkezdjük a sötétben lévő dolgainkat, tehát az öntudatlan dolgainkat tulajdonképpen föltárni, akkor láthatjátok, hogy sokfajta különböző személyiségfejlesztő terápiás módszer van, valami komplexebb, valami kevésbé, ami különböző ilyen tartományokat megcéloz, ezt megfigyeltétek. Van, aki mindent a családi tudattalamban operál, van, aki a személyiségfejlődés, vagy van olyan módszer, személyiségfejlődés bizonyos szakaszaival operál, valami a születés élménnyel, mert mindegyik egy-egy állomás, egy-egy fiók, ez olyan, mint egy sok fiókos szekrény, most éppen itt előttem egy sok fiókos szekrény van. Most ez, hogy meg mind külön előadást lehetne tartani, nyilván, hogy kinek milyen szinten indokol dolgoznia éppen, de ez most fontos ahhoz, hogy megint megértsük, hogy ugye vissza fogok utalni az arhetipusokat, mert itt folytatódik ez a bizonyos teremtési folyamat. Aztán még egy, ami fontos nekünk ehhez, mint emberkép, itt azt viszont nem biztos, hogy most így rögtön lehet látni, úgyhogy ehhez bemozgatom a kamerát, hogy igen, tehát hogy itt ilyen sikokat rajzoltam föl, hogy van a testnek a szintje, az anyagnak a szintje, aztán van a pszichének a szintje, itt az ösztön, vágy, akarat, értelem, érzelem és elme. És ugye ott az elme, illetve az értelem az összekapcsolódik, mert ugye az érzelem, az értelem alacsonyabb síkjánál magasabb fokon van, de van olyan fokú elmeműködés, ami meg az érzelem fölött van. Az elme működésnél három funkció van, a reaktív elme, az analitikus elme és a kreatív elme. A kreatív elme az már egészen magas szintre tudja vinni az embert, ezek gyakorlatilag burkok, vagy ilyen rétegek, ez többféle rendszer leképezi, még akár a jóga is leképezi, csak másféleképpen, például a jóga filozófia, és elérünk egy olyan szintet, itt van ez a dupla vonal, ami a szellemnek a szintje. Tehát eddig vagyunk az egóban, a fizikai testünkkel együtt, a fizikai résszel együtt, és utána jön a szellem szintje, amikor már tulajdonképpen eldobjuk az agyunkat, egyrészt tehát a kreatív elméből átmenjünk az intuitív gondolkodásba, és meghaladjuk a személyiségünket. És még egy érdekes, ami fontos ide tartozik, hogy eddig van a karma világa az ego szintjén, a dupla vonal fölött pedig már a dharma az a végső valóság. Tehát van ugye a görögök is úgy nevezték el a kozmoszt, hogy kozmoszt, tehát rendszer. Van egység, vannak spirituális törvények, isteni törvények, vagy úgy tetszik, darmikus törvények. Ezt is fontos, hogy picit rá legalább behozzuk az archetipusokhoz. És akkor mi következik mindebből? Hát mindebből az következik, hogy ugye van az életnek egy eszenciája, és nagyon úgy tűnik, hogy minden, ahogy az univerzum ugye összehúzódik, majd tágul, és ugye összehúzódik egy egységben, majd tágul egy egység felé, és ennek különböző szakaszai vannak, hogy mi is tulajdonképpen tágulunk az abszolút szeretet és abszolút tudatosság felé. És most valahol tartunk itt tapasztaló szellemek, például a Föld nevű bolygón ebben, és hozunk egy csomagot, amit én úgy neveznék gyűjtőfogalomként, hogy karmikus csomag, ami egyébként a teremtésből, most itt utogatok magam mögé, fakad, hiszen ami egyszer megnyilvánult, vagy kitükrözte önmagát, az önmagára ismer. Magyarán ez a karma, vagyis hogy minden tettnek, cselekvésnek van egy motivációja, és az kitükröződik, nyomot hagy, és vissza fog tükröződni. Tehát minden tettnek van következménye, és tulajdonképpen nem a tettnek van a következménye, nem az van a hangsúly, hanem a motiváción van a hangsúly. És végeredményben minden életnek tehát van egy oka, egy létoka, van egy feladata, halad valami felé ugye egyéni szinten. Ezért beszélhetünk arról, hogy vannak karmikus feladataink, karmikus lehetőségeink, amikor ez beíródik egy következő szinten, akkor ez sorsként
éljük meg. Egyébként valójában az önmegélésünk, az önreflexió, meg a sorsunk, mivel az egységből jövünk, az tulajdonképpen egy anyag vagy egy szövet, ez csak az ego, ami duális, illetve az elme, ami poláris, ez kint és bentként érzékeli a dolgokat, mindent. És ez azt fogja jelenteni, hogy egész egyszerűen sorsként érzékelünk dolgokat, de az is a mi belső hozott tartalmunk. Egy egészen magas tudatszinten, például már amit valaki sorsként érzékel, képes úgy is érzékelni, hogy ez is ő maga. Egyébként, hogyha haladsz az önismereti úton, ott is megfigyelheted, hogy ami veled történik, tehát nem csak az a tiéd, ahogy reagálsz a dolgokra, hanem ami a teremben történik, is veled történik. Gondolj arra például a buddhizmusban, különböző fokozatai vannak a megnyilvánulásnak. Különböző fokozatai van annak a dolognak, hogy van, aki az egyéni megvilágosodásra gyúr, de van, aki nem arra gyúr, hanem ugyanúgy, mint Hamvas Béla, aki mondja, hogy nem ülhetek nyugodtan a karosszékemben, amíg egyetlen ember is szenved, vagyis van a megvilágosodásnak olyan foka, hogy addig van visszaszületés, amíg egyetlen egy szenvedő lény is van. Mert hogy már olyan mértékben felelősséget vállal másokért is, mert tudja, hogy az is az ő kitükröződése. De egyébként gondolom megfigyeltitek, hogy ha elindultatok egy önismereti úton, van erről saját élményetek, lehet, hogy előtte jobban hárítottatok a felelősséget, de későbbiekben ez visszakerült önmagatokra, vissza tudtátok vetíteni, hogy sok mindenért ti vagytok a felelősek. Az önismereti út azért nehéz, mert előbb-utóbb rájövünk arra, hogy szinte mindenért mi vagyunk a felelősek, csak hát ehhez föl kell nőni, ugye leválni a szülőktől személyiségére, és fölnevelni a gyermeki személyiség részeinket, gyógyítani a sérült személyiségeink részeinket, mire idáig eljutunk. És hát tulajdonképpen innen indul aztán az integráció, amit már itt meséltem a rajzon, hogy nem projekció és nem elfolytás, hanem elkezdem a fénybe emelni a dolgokat. Na most jutottunk el oda az emberkép után, hogy akkor ez mind föl kellett, hogy építsük az archetipusokhoz. Hát ugye archetipus, ha megnézed a definícióját, mondjuk a görögből, archetiposz, vagyis hogy ős típusok, ős alakok, ős képek, és ezért kellett itt nekünk a genezishez visszamennünk, mert egyébként nem értjük meg az egészet. És azt sem értenék meg, hogy ugye van fizikai rész, ugye anyag, psziché, szellem, és ennek megfelelően megélhetünk valamit az anyag szintjén, a psziché szintjén és a szellem szintjén. Úgy is mondhatnék, hogy kicsit öntudatlanabbul, fölébredő módon és tudatosan. Tehát én például az asztrológiát úgy tanítom, hogy ugye az asztrológia archetipusokkal dolgozik. Azért annyit szerintem tudtok, vagy sejtetek, vagy van annyi általános műveltségetek asztrológiából, hogy például a 12 jegy, az 12 archetipus. És ezeket az archetípusokat, mint életszerepeket különböző szinten el lehet játszani. Ugyanúgy, mint hogy vannak ők olyan színészek, akik tehetségesek, kevésbé tehetségesek, jobban átélik, kevésbé élik át, hitelesek, önazonosak, és elő lehet adni egy szerepet, hogy mondjam, alacsonyabb szinten, tehát kevesebb emberi értékkel, emberi erényeket nélkülözve, meg magas szinten is. Most nézzük meg, hogy a három síkon mit jelentenek az archetípusok. Hát a szellemi síkon az archetípus nem más, vagy az archetípus, mint a teremtésben, a teremtőtől, vagy a megnyilvánulásban, ha úgy tetszik, az Istentől eltávolodott analógiák. Ennyi. És gyakorlatilag amikor az kitükröződött, akkor az tiszta formában tükröződött ki. Tehát minden archetípusnak van egy tökéletes tiszta formája. Ez olyan, hogy itt van egy üveg, benne folyadék. Ugye az archetípusnak van egy formája, ezt az egyik kiképzőmtől, barátomtól, tanáromtól, Daumner Bélától vettem ezt a hasonlatot, ott szívesen idézem, hogy az archetípusnak van egy formája, az üvegnek van egy formája, és van egy tartalma, hogy mit töltök ebbe az üvegbe, milyen folyadékot. És tudjuk azt, hogy tiszta, meg szennyezett folyadékot is tudok tölteni az üvegbe, de ettől nem fog megváltozni az alakja. Nem most leszámítva a szélsőséges folyadékokat. Tehát az archetípusnak van egy olyan tiszta forma, ami tökéletesen a teremtésben megnyilvánult, és ebből már sejthetitek, hogy az archetípusok mire jók. Ugye? Tehát
az Ariadné fonalán, a labirintusban, amikor mi itt a duálisban elveszünk az abszolút szeretettől és tudatosságtól, a fonál végét megfogjuk, az archetipus végét megfogjuk, és vissza tudunk találni az Istenhez, a Teremtőhöz, az archetipusokon keresztül. Mert minden az archetipusok ugyanis bennünk élnek. Abból állunk össze ősellegből, én majd mindjárt erre is vissza fogok még térni egy picit, téglákból, a téglákból fal lesz, és abból egy ház lesz. Tehát a teremtés ugye bonyolódik, tehát amit itt mutattam, hogy a teremtés folyamatos kitükröződés, és ez bonyolódik, és közben ez egy elidegenítési folyamat is, és a világ a szofisztikáltá vált és árnyaltá vált. Tehát az archetípusnak a szellemi formája az Istentől vagy a Teremtőtől eltávolodott analógiánk. Hogy jelenik ez meg a psziché szintjén? Na ezzel nagyon sokat foglalkozott, tudjátok, kicsoda, ugye C.G. Jung, Carl Gustav Jung, sőt bizonyos értelemben még a terapeutája tanára is, aki darabig az volt, Freud is. Ugye ő leírta ezeket, ugye keleti tanokkal is foglalkozott és spiritualitással, hogy ezek ősminták, amik az emberiség közös kollektív tudattalanjában élnek, léteznek, óriási érzelmi energiával bírnak. Ezek öröklődnek transgenerációs mintán keresztül is, specifikussá válnak egy kultúrában, de a szimbólumok, látjátok, a kultúráktól függetlenül is egyetemesek, ezt Jung tanulmányozta, ezt ma is megfigyeljük a kultúrákban és a művészetekben. Erre meg megint vissza fogok térni. Illetve aztán egy egyénben is specifikussá válnak. Ugye nagyon érdekes, hogy Jung 12 archetípussal dolgozott. Görögöknél is a Pantamban 12 Isten volt. Krisztus 12 tanítványt választ. Ugye ez megfeleltethető a 12 zodiákus jegynek. Tehát a Krisztus bizonyos tanítások szerint megnyitott egy kaput a felébredésben, ami azt jelentette, hogy a demás gyökérproféta is, például a Buddha is, hogy a alsóbb csakrákról föl lehet lépni a szívcsakra szintjére, és onnan tovább, és hogy ezen 12 életszerepen keresztül lehet aztán tovább fejlődni, ezért volt 12 tanítvány, és ez a beavatott festő, művész, aki megfestette az utolsó vacsora című képet, ő pontosan tudta, és úgy festette meg az alakokat, olyan kézmozdulatokkal és pozíciókkal, ami megfeleltethető a 12 jegynek. Az anekdóta szerint, amikor a skorpiót festette meg a 12 tanítvány közül, akkor sokat járt sötét helyekre és kocsmákba, hogy ihletet merítsen a skorpió tanítványnak a megfestéséhez. Igaz vagy nem, nem tudjuk. Na, tehát a lényeg az, hogy psziché szintjén így jelent meg az archetípusok. Fizikai szinten pedig nagyon egyszerűen jelennek meg az archetípusok. Shakespeare-t említettem, azt mondjuk egész világ színház. Nem tudom, hogy valamelyikötök jártas-e abban, hogy mit tanulnak két évig a színészek a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Sok minden, de van egy gyakorlat, ami visszatérő gyakorlat. Erről készült, van is egy népszerű színházi sorozat és tévéműsor, ez a Beugró. Jó? Tehát ez a spontán játék, ami biztos ismeritek sokan. Fizikai síkon tulajdonképpen így jelennek meg az archetípusok. Tehát a színpadra fölteszek, bejössz az élet színpadára, belöknek a színpadra, vagy bejössz, találsz egy trónt, itt ülök egy trónon, találsz mondjuk egy, oda tesznek egy jogart, egy koronát, meg egy országalmát, akkor valószínűleg nem kell nagy logika hozzá, hogy akkor királyt kéne játszanod. És akkor jól vagy rosszul elkezded eljátszani. De az lenne a lényeg, hogy ezt az archetípust úgy jázd el, hogy fölkapcsolódjanak a tökéletes mi voltához. És ugye mi az archetípusnak ugye a tökéletes formája, ha maradok ennél a példánál? Mondjuk azt, hogy király vagy uralkodó, vagy királynő, vagy uralkodónő. Egyébként a nyári gyakorlati archetípus táborom, az 5 napos, ami augusztus 19-23-ig lesz, ennek pont ez lesz a témája. A főnök, a vezető, az uralkodó, uralkodónő, király, királynő, apa, anya archetípus, ezzel fogunk dolgozni gyakorlatban. És tudjuk, hogy különböző szinteken meg lehet élni a vezetőt, a főnököt, a királyt vagy az apát. Ugye létezik diktátor, király, zsarnok, király, létezik, vagy léteztek. Létezik igazságos Mátyás, vagy igazságos király, létezik. És létezik olyan király, vagy létezett, aki szakrális király és fölkapcsolódik. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy az archetípusnak van a tökéletes formája az üveg, vagyis az uralkodó, hogy lehet tökéletesen uralkodni, vagyis ami az isteni rendben van, és úgy van rendben. És hogy lehet tökéletlenül, sokféleképpen. Na ezt keressük az archetípusokon keresztül, így kapcsolódunk fel az egységhez. Tehát ugye a tartalma az archetípusnak, hogy milyen folyadékot töltök ebbe bele, az mindig elszennyezett.
mert ebbe szennyezett folyadékot is tölthetek bele. Hát az a dolgunk a világban, hogy mi az archetípusokon keresztül tudunk már megjelenni a teremtésből fakadóan. Úgy válik specifikussá a jellemünk, a karakterünk, és az archetípusnak, ugye általában azért kérdeztem, vagy mondtam az elején az imaginációban, hogy figyeld meg magad, vagy érezd rá, hogy milyen domináns archetípusokból állsz. Tehát az asztrológia, mint antropológiai rendszer, az archetípusokat nagyon jól leképezi, maximálisan árnyaltan leképezi. Tehát például tudjátok, hogy születés pillanatánál állítunk föl horoszkópot. Ezt biztos tudjátok. És nincs két egyforma ember, például dolgozik az asztrológia 10-12 jeggyel, 10 planétával, 4 tengellyel, 12 házzal, ezeknek az egymáshoz való variációs lehetőségei, amit eddig matematikusok, akik foglalkoztak vele, kiszámoltak, jóval 8 milliárd fölött vannak. Csak a variációs lehetőségek. És nem számoltuk hozzá azt, hogy a színész milyen tudatszinten van, mert különböző szerepeket különböző tudatszinten tudunk eljátszani. Például az asztrológia azért más ilyen rendszer is van, de azért egy nagyon-nagyon jól leképező, önismeretben, sorsismeretben segíteni tudó rendszer, mert nagyon speciálisan le tudja képezni az archetípusokat, és azt a folyamatot tudja segíteni, hogy nekünk az a célunk, hogy a tökéletes archetípusokból, amit kaptunk, ezt a folyadékot egyre inkább tökéletesítsük. A tartalma az mindig elszennyezett. Ez a hozott úgynevezett karma vagy karmikus csomag. Honnan kezdődik az elszennyezés? Hát onnan, amit itt mutattam. Hogy ahogy a teremtő kitükrözte magát, a tükörkép már elszennyezett. Innen jön létre a karma. A karma pedig beíródik a személyiségbe. Az elszennyezett karma hozza létre a személyiséget, és a személyiség is tökéletlen, az ego is tökéletlen. Ezért van személyiségfejlődés, meg személyiségérés, meg ezért szenvedünk annyit, vagy ezért kell, vagy lehet annyit bajlódni önismerettel. Mert vagy szenvedünk, hogyha, és nem konstruktívan, hogyha nem ébredünk önmagunkra, tehát csak destruktívan. Ha meg foglalkozunk önmagunkkal, akkor is szenvedünk, de az konstruktív szenvedés, mert akkor a másik oldalon viszont szeretet és boldogság energia szabadul föl, tehát érdemes dolgozni magunkon, meg érdemes ilyesmit tanulni, amit az integrálni is tanultok. Ebből ez mind szükségszerűen fakad. Tehát tulajdonképpen ugye az archetípusoknak a fizikai része, pedig az életszínpadán eljátszott szerepek, ott tartottunk. Ezeknek megvan a pszichében a megfelelőjük, ez az archetípusnak a tartalma, és van az isteni megfelelőjük. És az a lényeg, hogy az archetípusokon keresztül mi az isteni önvalónkhoz visszataláljunk, és az archetípusok pedig belénk vannak kódolva. Na most menjünk tovább, hogy még mindebből mi fog gyakorlatilag következni. Ugye mit tudunk kezdeni mindezzel az önismeretünk során és a gyakorlati életben? Hát ugye az archetípusoknak ugye látjuk, hogy különböző fajtái vannak, ugye ezt rendszerezte Jung, rendszerezte aztán jungiános pszichológusok, a modern pszichológusok, vannak, akik visszakapcsolódnak ugye itt az európai kultúrkörben a görög-római kultúrához, illetve a mitoszok világához, de hát ugyanúgy más kultúrák is leképezték ezt. És vannak azok a rendszerek, amik inkább spirituális archetípusokkal dolgoznak, én azt tartom a leghasználhatóbbnak. Tehát én azt figyeltem meg, hogy a görög-római mitológia archetípus rendszere is legalábbis, ahogy közvetítik felénk, vagy ahogy megmaradt, azt én nem tartom egészen tisztának. A szellemi archetipológiát a sokkal tisztábbnak tartom. Tehát én az asztrológiát úgy szoktam tanítani, illetve ezeket az asztrológiához kapcsolódó archetípus csoportokat is, ezeken a csoportokon egyébként nem kell érteni az asztrológiához, mert ott nagyon hamar annyit megtanulsz belőle, amit szükséges, mert ott úgyis a benne lévő archetípusokkal dolgozunk. És mit akarok mondani? Azt akartam mondani, hogy mindenkinek ugye a önismerete során, amikor önismeretileg föltérképezi magát, ugye megint föltenném azt a kérdést, hogy na, mit jelent, hogy önismeret? Hát gondolom mindenki azt válaszolja, hogy nem azt, hogy megváltoztassam a külvilágot és a másikat, mert akkor azt mondom, hogy mit keresed az Integrál Akadémián, most csak viccelek. Azért már mindenki túl van, akkor nem jöttél volna ide. De abban már lehet, hogy megosztik a vélemény, hogy vajon az-e, hogy magamat megváltoztassam. Szerintetek? Van valakinek erről mondani valója?
Hát szerintem nem, hanem hogy magamat... Megismerjem, nem? Igen, hát ez gyönyörű, nem tudom, melyik ötök volt, de pont ezt akartam mondani, így van. Így van, magamat megismerjem, és pontosabban ez, lehet még ezen filozofálni, hogy magamat elfogadjam, melyik volt előbb a tyúk vagy a teás, amit ugye nem ismertem meg, azt nem tudom elfogadni, vagy amit nem tudok elfogadni, azt nem tudom megismerni, ezen lehet gondolkodni. De mindesetre, ha megtörténik az elfogadás és megismerés, akkor történik meg a varázslat. Tehát létrejön magad az interakció, hogy változom, anélkül, hogy változni akarnék. Ez nem más, mint a projekciók visszavonása, és nem más, mint magas szinten az, amit mutattam itt a teremtésben, hogy elkezdi a tükörkép tulajdonképpen fölismerni önmagát. És ilyen értelemben mondtam az elején, hogy gondolkodjatok-e rajta, vagy lehet, hogy tisztában is vagytok ezzel, hogy milyen domináns archetípusokból álltok, mert visszatérve az asztrológiához, ugye tudjátok, hogy nem az a lényeg, hogy ki mikor született, hanem például hol van az aszcendense, mi van a személy, milyen planéták vannak a személyiségformáló területen, hol van a holdja, például a hölgyeknél ez erőteljesebb jelentőséggel bír, hol van az uralkodó bolygója. Mert hogy ami a személyiségformáló területünkön van, például az asztrológia mint eszköz, meg tudja mutatni, hogy mik azok a domináns archetípusok, amivel ebben az életben dolgunk van. Úgyis az archetípusok különböző, tehát az életünk minden részét meghatározzák, hiszen ezek kapcsolódnak fel az Istenhez, vagy a végső valósághoz. Az úton nekünk viszont, ahol amivel dolgunk van, nem tudunk rögtön ugye helikopterként felemelkedni, vagy Münchhausen báróként kiemelni magunkat a gödörből, ezért van az, hogy előbb van az önismereti út, és utána van a fölébredés. Tehát megint azt mondom, hogy Ken Wilber és minden szellemi rendszer, nem lehet ezt erőszakosan kívülről és visszafelé csinálni. Tehát ugye, hogyha valaki, mondjuk mondok egy példát, tehát hogyha nem dolgoztál kellőképpen a személyiségét, vagy éretlen a személyisége, és úgy próbál szellemi útra menni, akkor az hamis lesz, vagy gáz lesz, vagy majd vissza kell menni korábbra, mint a viccbe a nyuszika, amikor sorba áll, és a mebben mindig hátra rakja, állja a sor végére, és várja ki. Tehát gyakorlatilag ezek nekünk először a személyiségben kell megfogni az archetípusnak az elszennyezett tartalmát. Ezért van az is például, amikor tartok ilyen táborokat, kurzusokat, és külön meghirdetem, hogy ott a szellemi résszel dolgozunk főleg, de csak olyan jöjjön, aki személyiség szinten már annak az archetípusnak a személyiség szintű részét már megdolgozta. Illetve valamennyit dolgozunk azon ott is. Jó, tehát mindjárt mondok erre egy, sőt, már most is mondok erre egy példát, mondjuk a hős vagy hérosz archetípusa szerintem eléggé közismert. Na most, ugye nyilvánvalóan ennek van egy szellemi szintje, egy magas szintje. Ennek a legmagasabb szintje egyébként a hős mágus például, vagy a hős király. És a hős útja az egy archetipikus út. És egészen magas szinten a hős például, aki nem alacsony szinten van, az nem elpusztítani akarja, megsemmisíteni akarja például az ellenségét, hanem magában megtalálja ugyanezt az energiát, ami az ellenfelében ott van, és magában kezdi el átminősíteni például. Vagy nem az ellenfelet akarja megsemmisíteni, hanem önmagában azt az erőt, ami az ellenfelet motiválja. Értitek? De az alacsonyabb szintű hős az mit csinál? Az csak hősködik, az el akar csak pusztítani például gyűlöletből. Le akarja hasítani ezt a tartalmat. A magasztos hős már nem gyűlöli az ellenfelét, miközben harcol vele. Az alacsonyabb szintje a hősnek. Na most nyilván, amíg személyiségben például a hőshöz tartozó attribútumokat nem dolgoztad meg magadban, addig nem tudsz magasztos hős lenni. Tehát akinek például a személyiség szinten agresszió kontroll zavara van, agresszív gátlás alatt van, konfliktuskezelési problémái vannak, akkor hogy tudna hős lenni magasabb szinten? Szerintetek? De sehogy. Tehát először az alapvető személyiségben gyökerező, hőshöz tartozó személyiség elakadásokat, problémákat kell meggyógyítani és orvosolni. Ezt csak most kidagadtam egy példát, de ez az egész archetípus olyan, most nem rajzolok hozzá, sokótok látom itt van a természetben, vagy mögöttetek szobanövény van, hogy egy növénynek van egy gyökere, van egy törzse, vagy egy szára, meg van egy levele, meg virágja. Tehát a fizikai síkon megnyilvánul az archetípus, van egy pszichés része az archetípusnak, az a fának a törzse, és van egy szellemi része az archetípusnak. És tulajdonképpen
Hát nyilván mind a három síkon érdemes az archetípusokkal dolgozni, attól függően, hogy te éppen hol tartasz az életedben, hol tartasz a sorsodban, önismeretben, többen karmádban, mert lehetséges, hogy még spirituálisan nem tudsz dolgozni egy archetípusnak a magasabb szintjével, mert éppen meg nem tartasz ott, ez nem jó és nem rossz. Akkor főleg pszichés szinten szükséges dolgoznod annak az archetípusnak a pszichés megnyilvánulásaival, vagyis a elszennyezett vízzel, vagy folyadékkal, és erre megvannak a megfelelő személyiségfejlesztő, önismereti, terápiás módszerek, és a többi. Aki meg már ott tart, hogy annak az archetípusnak a spirituális tetejét éli, ott pedig már szellemi praxisokkal csiszolhatja tovább fölfelé ezeket az archetípusokat, egészen a magasabb szintű emberi erények felé. Szellemi praxisban, mert ez tulajdonképpen nem másról szól, amikor önismeretileg dolgozol az archetípusnak az aljával vagy közepével, akkor egész egyszerűen fölébrednek benned az alapvető humán értékek, aztán azok árnyalódnak az árnyalt humán értékek szintjére, szellemi síkon pedig már az egyetemesebb erények szintjén nyilvánul meg az az archetípus. Ezért minden szinten érdemes dolgozni vele, csak meg kell találni, hogy most te hol vagy éppen a domináns archetípusaidban, hol és milyen módon vagy elakadva. És lesznek olyan archetípusok, vagy mi a te következő tovább lépésed. Akár karmikusan elakadva, hogy a karma nem más, mint amiben el vagy zárva a darmától, mi a következő lépésed, hogy a karmádat old, vagy az életedben mi a következő lépésed, hogy a személyiségedet old. És bizonyos archetípusok karakter szinten jelennek meg, ezeket úgy nevezzük, hogy a karakter szinten megjelen archetípus energiák. Vannak, amik a sorsunkban jelennek meg, ezek sorsarchetípusok. Vannak, amik a földi sorsunkban, például élethivatásunkban jelennek meg. Tehát van, akinek például, most azt mondok egy asztrológiai példát, mondjuk Kos az MC-je, vagy Marsál az MC-n, akkor neki egy hőstípusú élethivatása van, és életfeladata van. Ezek az emberek valószínűleg rendőrök lesznek, katonák lesznek, tűzoltók lesznek, és nem azért, mert József Attilák akarnak lenni, hanem azért, mert a hős archetípus ott van, és valószínűleg valami hősi energiával fogják végigvinni az életüket hivatás szinten. Akinek meg van egy kos aszcendense, mondjuk, például nekem kos aszcendensem van, akkor neki meg karakterében van ott az archetípus. Tehát az archetípusok különböző szintéren meg tudnak jelenni, és azt nyilván az önismeret során te csinálsz magadról egy archetípikus térképet. Bár többféle módszerrel, ez különböző önismereti, sorsismereti módszerek ezt tudják adni, az asztrológia ezt tudja specifikálni, és akkor láthatod, hogy milyen archetípust kell fölébreszteni magadban, annak a személyiség részével dolgozni, hogy mondjuk, hogyha bizonyos archetípus a sorsodban van, hogy a sorsodat beteljesíts. Bizonyos archetípus, hogy a lehetőség vagy feladat karmádban van, akkor azzal az archetípussal tudsz dolgozni és fölmagasztosítani, hogy azt a karmát old. Vagy éppen karakteredben van, hogy ne mesítsd a jellemedet, és érettebb személyiségé válj, ha személyiségformáló területen van az az archetípus, akkor tudod, hogy annak azzal az archetípussal tudsz dolgozni. Minden archetípusnak ugyanis van egy specifikus útja, azt mindig figyelembe kell venni, tehát ezért van az, hogy tudjátok, hogy vannak ilyen különböző iskolák. Ugye vannak művészi iskolák, van a bölcsöregnek megfelelő archetípus, vagy a főpapnak, azok a szellemi iskolák, például ilyenre jártok most ti is, az Integral Akadémia, meg vannak a harcművészeti iskolák. Nyilvánvaló az megy a harcművészeti iskolákba, mondjuk kungfuzni, vagy lovasijászni, mert ott van benne a harcos és hős archetípus. Azzal neki dolga van, azt kell fölmagasztosítania, vagy azzal kell betölteni a sorsfeladatát, etc. Ha neked nincs dolgod, nem mész egy olyan iskolába. Ha neked a bölcsöveggel van dolgod, vagy a mágussal, akkor az Integral Akadémiára jössz, és nem kungfuzni, mert mind a kettőt csinálod, persze, most ez egy példa. És itt sajátosságai vannak. Tehát, hogyha egy archetípussal dolgod van, vagy föl akarod ébreszteni, nem csak karakterben jelennek meg az archetípusok karmában és sorsban, mint fölkapcsoló lehetőségek, forma és tartalom a végső valósághoz, hanem ezek utak is. Tehát nyilván más lesz a hős útja, tehát ha elmész egy harcművészeti iskolába, akkor ott mit tudom én, fegyelem van, koncentráció van, edzés van, ahhoz tartozó erényeket ébresztenek föl benned, és olyan gyakorlatok vannak, a művészeti iskolában meg tök más van. Mert ez egy más út. De ez életszakaszonként is változik, hogyha valami oknál fogva bizonyos életszakaszban bizonyos archetípus föl kell ébreszteled magadban, vagy arra szükséged van, hogy egyensúlyba hozd, akkor arra specifikus utak vannak.
Tehát ugye egy picit nézzük át, még egyszer összefoglalva, hogy az archetípusokkal hogy van dolgunk. Tehát megjelenhet a karmánkban, a sorsunkban, az élethivatásunkban, a szerepszemélyiségünkben, ezt tudjunk personának nevezte, a személyiségünk különböző részeiben, és ezek az archetipikus utak és archetipikus jelenségek, amik ehhez tartoznak, fölmerülhetnek bizonyos életszakaszokban is például. Tehát tudjuk, hogy nyilván a bölcsöreg archetipus ez egy bizonyos időskorban már mindenkinél befigyel nyilvánvalóan, mert az időskor ezzel jár. Tehát vannak ugye életszakaszok és életkori sajátosságok. Van, amikor valamilyen életfeladat teljesítéséhez, vagy életszakaszban bizonyos archetipust föl kell ébresztenünk magunkban, vagy bizonyos tevékenységek közepette. Tehát lehet, hogy te dominánsan mondjuk bölcsöreg vagy, meg mit tudom én, hős, de amikor éppen szerelmes vagy, meg párkapcsolatot építesz, akkor valószínűleg hozzá kell nyúlnod a szerető archetipusához. Mert csak akkor fog működni. Vagy akkor tudsz hódítani, vagy csábítani, vagy udvarolni, vagy azt fogadni. Hogyha abban nem vagy elég fejlett, hát akkor abban egy kicsit esetlen vagy, de akkor azt kell felébreszteni magadban. Például. Az archetipusoknak arányai vannak. Tehát nem kell például egy egész életben minden archetipust mindenkinek felébresztenie, hiszen, mint mondtam, ha az önismeret, sorsismeret során az asztrológia például erre alkalmas, kaphatsz egy térképet, de máshonnan is, tehát ön- és sorsismeretből más módon is rájöhetsz az archetipus térképethez, hogy milyen fő archetipusokkal van dolgod, még egyszer mondom, karmikusan, sorsod szerint, életfeladatod, élethivatásod beteljesítéséhez, illetve ahhoz, hogy a karakteredet egyensúlyba hozd. És nagyon-nagyon fontos, hogy archetipusos út az nemi út is. Tehát a nemi identitásodat is valamilyen archetipusokon, archetipusok együttesén tudod tulajdonképpen beteljesíteni. Ugye az archetipus kötelez. Nem, archetipus tulajdonképpen csak egyéneknél van, közösségeknél is van. Tehát például mi magyarok a nyilas nemzet vagyunk. Főpap. A főpap archetipusához tartozunk. Tehát mi nem csinálhatunk akármit. Mi egy ilyen nemzet vagyunk, hogy a szellemiséghez, a szakralitáshoz, az ég és föld összekapcsolása, az a közvetítő szerepünkhöz közünk van. Ez kötelez egy karmikus feladatra. Nyilvánvalóan ahhoz nekünk a nemzeti identitásunkat kell meggyógyítani, mert személyiség szinten ott vagyunk elakadva, hogy magasabb szinten ezt a főpap archetipusát megéljük. És minden nemzetnek vannak archetipusai, és ebből fakadó archetipikus feladatai. Ha érdekel benneteket, Rudolf Steiner az európai nemzeteket például leírta archetipikusan. Mondom senkivel, egyik EU-s nemzet sem éli az archetipusának a magasabb szint jelenleg. Már most ugye meg leszünk fogva. Tehát most már azért érzitek a világ átalakulását jócskán, és még lesz is itt sok minden ebben az évben. Ez még csak a kezdet. Tehát át fog alakulni azért az a világ. A fölébredésben meg vagyunk segítve. Hogy például a nemzetek is jobban a helyükre kerüljenek. És az archetipus tehát, hogy milyen archetipus határoz meg téged a karmádba, a sorsodba, életfeladatodba, a karakteredbe, vagy nemi utadba, az kötelez téged valamire. Tulajdonképpen az is, hogy nőnek vagy férfinak születtél, egy magasabb szinten az is egy archetipikus út. És itt behoznék egy olyan fogalmat, amit mondtam, hogy a szellemi ember, vagy az önismereti úton járó ember, az fölismeri egy idő után, hogy van rend, van dharma. Vannak isteni törvények, természettörvények, spirituális törvények. Tulajdonképpen a természettörvények ezt képezik le. A tudomány nem csinál mást, mint a természettörvényeket térképezi föl, teszi érthetővé, és azon keresztül a spirituális törvényeket képezi le. És ha megértjük, hogy van rend, tulajdonképpen az a dolgunk, hogy ezzel a renddel harmóniába legyünk, és ezt tudatosítsuk, és ebbe beilleszkedjünk. És éppen ezért fontos az, méghozzá belső szabadságból, mert a szabadság már ott, meg pedig ott kezdődik, hogy megismerjük a különböző területeken az archetipikus utunkat, és hogy fölismerte valaki például, ezek nagyon egyszerű dolgok, mert lehet tapasztalni. Ha te például nőnek születtél, vagy férfinak születtél, akkor azzal van dolgod, pont. Mert egyébként nem annak születtél volna. Ennyi. Ha ilyen és ilyen archetipussal születtél meg, akkor azzal van dolgod, mert nem annak születtél volna meg, ha nem azzal lenne dolgod, mert kozmikus rend van. És ilyen szempontból nincs jelentősége, hogy férfinak vagy nőnek születtél meg, és az kötelez egy archetipikus útra, és annak sem, hogy dominánsan mondjuk szeretőnek születtél meg, vagy bölcsöregnek, vagy hérosznak, vagy uralkodónak,
mert mindegyik ugyanoda vezet. Úgy képzeljétek el, hogy van egy nagy hegycsúcs, mindenki ugyanarra a hegycsúcsra tart, csak különböző ösvényeink vannak. És ráadásul a különböző ösvények ugye különböző akadályokat, meg lehetőségeket rejtenek, és nagyon érdekes, hogy olyan, mint az állatvilágban is, hogy olyan alkatokat kapunk, lelki alkatokat, vagy pszichés alkatokat, még testi alkatokat is, ami a mi ösvényünknek megfelelő. Vagyis akinek olyan ösvénye van, hogy mondjuk kúszni kell, akkor olyan lelki alkatot kap hozzá például, meg olyan testi, hogy kúszol, akinek meg mit tudom én, sziklás részen kell mászni, olyat, mint az állatok is, hogy figyeljétek meg, hogy ki hol él, milyen állat hol él, akkor olyan adottságai vannak. Hát ugye tudjuk, hogy az önismeret az nem onnan kezdődik, hogy megtagadom, aki vagyok, hát ezt definiáltátok az előtt, meg valamelyikötök mondta, hogy megismerem, aki vagyok, és elfogadom. Ugye ez nagyon fontos, hogy ugye vidya a vidya. A sötétség, a nem önismeret, a sötétség az nem önlétező, hanem a nem tudás, az onnan ismerszik meg, hogy megtagadod azt, ami van, és aki vagy. Ha ami ebből indul ki, az egy ördögi dolog. Az a sötétségnek a műve, és az öntudatlanságnak a műve. Ha bármilyen ilyen ideológiával találkozol eszmével, akkor tud, hogy az öntudatlanság útja. Ami meg azt vallja, meg azt tanítja, meg abba segít, hogy ismerd meg magad, ugye noscete ipsum, ami a Delfoi Jósda felirata van, és fogadd el magad, akkor az az önismeret útja, mert felismered az archetípusaidat, beállsz a helyedre, beállsz az ösvényedre, és azon keresztül tudsz fölébredni. Hát most nem mindegy, hogy nőként ébred, nőként tanulsz meg szeretni, vagy férfiként, vagy hősként tanulsz meg szeretni, vagy uralkodóként. Olyan föntről nézzük, mindegy, mert mind egy. Abból a szempontból viszont nem mindegy, hogy nem tagadhatod meg. Hát tudjátok, mint a vakod meg a sasmadár a vízben. Fölmennek a sziklára, és akkor tudsz repülni? Akkor repüljünk. Hú, de laza. Most mindegy, nem mondta vele a viccet, de szerintem sokan ismeritek. Tehát gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy a vakodnak az a dolga, hogy nem fog tudni megtanulni repülni, és ne is próbálkozzon, mert ő megtagadná a vakonságát. A sasmadár meg nem menjen a föld alá, mert nem azért született meg. Itt kezdődik az önismeret, és itt kezdődik az archetípusok, hogy megismered az archetípusaidat, és azon keresztül tanulsz meg fölébredni. Akár a nem identitáshoz tartozó archetípusokat, akár a benned élő életfeladathoz, karakterhez, feladathoz tartozó archetípusokat. Nyilvánvalóan van ezek nehéz ügyek. Van egy csomó olyan hozott karmikus tartalom, karmikus elakadás, ami már abban akadályoz meg valakit, hogy egyáltalán elfogadja az archetípusát. A világnak a fő problémája az identitás probléma és identitás zavar. Most ebből innen a szakdolgozatot az egyetemen. Identitásból. Tehát identitás zavarból. Hát kollektív identitás zavar van most a Földön. Ez a egyik legfontosabb probléma. Az archetípusok térképe például ebben megjelenek a gyógyításában nagyon-nagyon sokat segít. Na most visszatérve még itt a gyakorlathoz, tehát ugye megnézem itt most már a vége felé, hogy mit hagytam ki és mit nem, azért van még időnk, csak rátekintek az időre is. Tehát, hogy ugye az asztrológia órákon szoktam mondani, hogy az egész élet önismeret. Tehát amilyen sportot választasz, amilyen szabadidős tevékenységet, karitatív tevékenységet, amilyen munkát, amilyen hivatást, amilyen emberekkel találkozol, az tulajdonképpen az archetípusaidnak megfelelő. Ezt egyébként már sokszor spontán módon lehet érezni. Nyilván, akinek elakadtabb, nehezebb karmája van, ami úgy íródott be gyerekkorban, hogy nehezebb gyerekkora volt és súlyosabb személyiségsérülése van, ugye a személyiség, vagy olyan személyiség zavara van, személyiségzavar az nem betegség, csak a személyiségfejlődés során keletkező zavar, ezt a tudomány is így tartja, és valamilyen arányú személyiségfejlődés mindannyiunknak van. És sokszor ilyenkor tiltakozunk az ellen, hogy egyáltalán az archetípusainkat megismerjük, elfogadjuk, belálljunk, ha meg nem állunk bele és nem fogadjuk el, akkor nyilván nem tudunk ebben fejlődni és fölmagasztosulni. Tehát mégis ez a cél, tehát mondom, sokaknál ez nem könnyű feladat, természetesen, és nem könnyű folyamat. De a lényeg, ami lényeg, most nem tudom, mi a lényeg, mert itt több mindent akartam mondani, de majd eszembe jut, hogy mivel indultam el. Ja, igen. Tehát, hogy az egész élet tulajdonképpen, az egész világ színház, az egész élet egy gyakorló terep arra, hogy az archetípusaidat megél. Csak tedd rá a tudatosságot. Nagyon sokszor valaki könnyebben, spontán módon, egy könnyebb sorssal, kevésbé sérült személyiséggel rögtön rátalálnak, hogy spontán módon olyan, mit tudom, hogy valakiben olyan munkát választanak, ahol megéri az archetípus. Valakiben, mit tudom, egy nagyon nagy vágy turbózódik, hogy embereket szabdaljon és vágjon. Hogy lehet ezt konstruktívba tenni például? Hát mondjuk, hogy elmegy sebésznek vagy korvosztoknak, és rögtön konstruktívba teszi. És van, aki már lehet, hogy gyerekkora óta azt mondja, hogy mit tudom, én sebész akarok lenni.
És kiderül, hogy ha ránézel a horoszkópjára, hogy mondjuk a hivatásában ott van a hős archetípusa, aki kaszabol. Aki meg ezt nem találja meg, az meg lehet, hogy majd magát fogja kaszabolni, vagy tudom én, mozóista lesz, vagy szadista lesz, és kárt okoz. Tehát így lehet ezeket az energiákat konstruktívba fordítani. Hogy például beleteszed sportba, ami ellennemesítő, harcművészetbe, amiben transformálni tudsz, szabadidős tevékenységbe, baráti társaságba, milyen emberekkel, karitatív tevékenységbe, altruizmus, altruista tevékenységekbe, hivatásba, munkába, illetve mellette önismeretileg és spirituálisan dolgozol mindezzel. Itt most mutatnék egy gyakorlatot, hogyha benne vagytok, és azért is kérdeztem, hogy ki tanult asztrológiát, ki nem, hogyha valaki mégis, vagy gyakorolja, akkor kérlek, ne szólj közbe, és ezt az első osztályban itt már gyakoroltunk ezzel, de nem tudom, hogy mindenki ott volt-e azon, csak ez egy jó kis ilyen praxis, hogy ugye az asztrológiában az archetípusoknak a megfogását, ugye azt úgy szoktam tanítani, hogy megtanítom az őselemeket, mondtam, hogy ehhez még visszatérek, mert az őselemekből épülnek föl aztán bizonyos ősprincipiumok, mert azt mondtam, hogy a teremtésben ugye ez eltávolodik, bonyolódik és árnyalódik is. És ezekből az ősprincipiumokból és őselvekből pedig összeépülnek a bonyolultabb archetípusok, ezek pedig az zodiákus jegyek. Úgyhogy két gyakorlatot is most mutatok, vagy mondok, hogyha benne vagytok, ezt megcsinálhatjátok. Ugye az egyik az elemekkel, hogy egy-egy elemi szintű archetipus energiát meg tudj érezni. És itt csak pár percig itt nyugodtan, aki akarja, követi, hogy dörzsöld össze a tenyered, így nagyon erősen, úgyhogy közben vidd oda a figyelmedet. Tedd az egyik jobb kezedet a homlokodra, bal kezedet pedig ide a szívcsakrára. És érezd a hőt. És azt mondom, hogy ez a tűzelem. Aztán következő. Csukd be a szemed, és csinálj egy teljes légzést, vagy teljes jogikus légzést, és jól lélegezd át a testedet. Ami azt jelenti, hogy teljes jogikus légzés, hogy először a hasüreg, föltöltöd levegővel, tágul a bordakosár, egészen a tüdőcsúcsig, így alulról fölfelé veszed a levegőt, különösen aki szabad levegő van, most jól lélegezze át magát, és föntről lefelé pedig kifújod a levegőt, és érezd a levegő elemet. Ezt is engedd el, és most figyeld meg, ahol vagy, akár nyugodtan föl is állhatsz, ahol ülsz a székedből, és képzeld el, hogy az egész tested egy ilyen sűrű folyadék. Nem híg, hanem sűrű folyadék, és mozdulj meg, először egy picit lazítsd el a tested, nyugodtan így lelazíthatod, fölállhatsz, lelazíthatod. Képzeld el a tested egy sűrű folyadék, és nincs a tested tele folyadékkal, színűtig, és éppen ahogy elkezdesz megmozdulni, úgy arra folyik ez a folyadék. Elkezdesz megmozdulni, arra folyik, belefolyik a kezedbe. Belefolyik a fejedbe. Érezd, hogy egy sűrű folyadék vagy. És most állj meg, vagy ülj le, aki olyan helyen van, hogy kicsit dinamikusabban tudja csinálni, akkor kezdj el érezni a földet, úgyhogy dobogsz. Földelemhez kapcsolódsz. Vagy pedig aki ül, az csinálja aztán ülve ezt a dolgot, hogy darabig intenzíven dobogsz. És utána érezd meg, ahogy a földbe gyökerezik a lábad. Vagy, aki ezt a nyelvet érti, gyökér csakrán keresztül, itt rá is lehet lélegezni, vörös színű energia jön föl, akár még aki ismeri a
végbezáró záróizom összehúzódását, még picit pumpálhatod is a vörös színű energiát, és aki ült, az pedig ülve megtapasztalhatja ezt, ahogyan földbe gyökerezik a lába. Na, ezek az őselemekből, mint alapépítőkövekből épülnek fel és bonyolódnak az archetípusok, és most lenne egy kis asszociatív gyakorlat is. Úgyhogy ezt egyszer már csináltuk, hogyha nem ezzel, azt hiszem másképpen, hogyha voltatok az asztrológiát bemutató órán az első év folyamban, hogy mondok egy úgynevezett analógia láncot, hogy egy archetipikus, bonyolultabb archetipus hogy épül föl. Mondok most a ásványvilágból reprezentánsnak a nevét, ásványok világából, növények világából, állatok világából, és emberi szintről példát. És akkor dobjátok ki a balagyféltekéteket, most küldjétek ki az értelmeteket az ajtón, vagy aki udvaron van, az be a házba, és csak asszociáljatok, balagyféltekére hallgassatok. Mi az a kulcsszó, amire asszociáltok? Arany. Ásványvilágból. Állatvilágból, mondjuk sas, vagy oroszlán, vagy medve. Mondjuk növényvilágból, mondjuk búza, vagy napraforgó. Akkor mondjuk emberi testben kisportolt, széles, melkassú férfi, kigombolt ingel. Figyelem itt a hölgyek arcán. És emberi foglalkozás, mondjuk azt mondom, az emberi foglalkozás színűben azt mondjuk, hogy karmester például, vagy buszvezető, most direkt nem akarok ilyen direkt lenni. Milyen kulcsszó jut eszedbe? Úgyhogy az analógia láncot mire asszociálsz? Ki mit mondana? Hát már valaki rögtön a napot mondta, egyből meg is fogtad asztrológiailag, de mondhatnám, igen, aztán mit mondtok még, ki mit mondana? Hát ugye... Az irányítás meg a kontroll. Igen, így van. Hát tulajdonképpen ez nem más, mint az uralkodó archetípusa. Jó, hát ugye például a uralkodónak tudnia kell kontrollálni önmagát, uralkodnia önmagán, és irányítani, és így tovább. Ez csak ilyen szösszenetként mondtam el nektek. No, és így a vége felé, amit még szántam, tényleg a teljesség igénye nélkül, és tudom, hogy hogy van szünetetek, most volt egy kis veszteség is a technikai miatt pár perc, meg tudom, hogy belecsúszhatunk, úgyhogy elvileg még egy 6 percünk van az órám szerint, akkor egy 10 percet még ráhúzunk, ha bele megengeditek, és van kedvetek. Egyrészt hát azért is, mert ugye most tudjátok, hogy elég komoly transformatív időkben vagyunk, időket élünk. Én erről már jó egy éve beszélek, decemberben több helyen tartottam előadást, meg aztán tévében, rádióban megnyilvánultam, és volt egy nagy előadásom erről januárban. Oda el akartatok jönni integrálosok, csak pont akkor egy vizsgával, az első évfolyam vizsgájával ütközött. Ez egy több mint 2 órás előadás, erről készült egy tévéfelvétel a honlapomon, a kisjozsefzsolt.hu-n, ott van minden info, meg a kisjozsefzsolt Facebook oldalon, ott le lehet tölteni. Ott beszéltem, hogy miről szól a 2020-as év. Egy gyökeres transformációról, kívülbelül és minden szinten, és előkészíti azt az időszakot, ami nem mást jelent, mint hogy a materializmus kora lejár, legalábbis az ismert formája. Szerintem most már sokan érzitek, hogy miről van szó, ha így szétnéztek a világban. És egyébként a YouTube-on is vannak erről anyagok, a kis József Zsolt YouTube csatornán, tehát beszéltem én összefüggésekről, föltettem egy óra négy perces videót, a koronavírus járvány lehetséges önismereti és spirituális háttere az asztrológus szemével címmel, meg 2 hetente mondok prognózist, márciusi prognózisban is sokat beszéltem erről, meg most is van fönt, tehát itt utána tudtok nézni. Most amit elmondanék, hogy itt 3 nagy archetípus játszik főszerepet jelenben, és erre nagyon figyeljetek most, tehát próbáljátok megtalálni magatokban is, meg a sorsotokban is, ezt javaslom, meg ugye a világban is,
hogy ezek az archetípusok miről szólnak, mert ezeket az archetípusokat kellene most kollektív szinten is, nem csak nekünk magyaroknak, hanem az egész világnak még egy magasabb szinten megélni, és próbáljátok megnézni azt, hogy magatokban ezt hol találjátok meg, vagy mennyire van ezzel dolgotok. Az egyik archetípus a bölcsöreg, ami most nagyon-nagyon mindent ural. Tehát ebben az évben minden esemény annak jegyében történik, amit a bölcsöreg archetípusa kíván meg. És a személyiség szinten ilyen jellemzőknek a fölébresztését jelenti, mint önkorlátozás, önuralom, önfegyelem, felelősségvállalás, az egyén felelősségvállalása önmagáért, a sorsáért, a közösségben, mert nélkül nem fog menni. És olyan események lesznek, meg generálók magunk körül, amik ezt hozzák. Hát már látjátok, mondjuk ezt már rég elmondtam, most nem azért, mert én, hanem azért, mert az asztrológus, bármely asztrológus elmondhatta, hogy ilyen idők lesznek. Tehát a bölcseregre most nagyon nagy szükségünk van, szellemi szinten az összeszedettségre, a tudatosságra, a koncentráltságra, a fókuszáltságra, és több olyan kibillentő esemény is lesz, ami meg már benne vagyunk, ami egész egyszerűen nem hagy bennünket szétszórni. Például a mostani karantén időszakot is sokaknak javaslom, hogy oké, hogy tudtok most pihenni, de ne lazáljátok el, hanem inkább belső munkával töltsétek, önismereti munkával, szellemi praxissal, mert óriási szint emelkedés lehet most a világban. Most egy önismereti szellemi forradalom van, aminek nyomán a fizikai struktúráknak át kell alakulnia, és a társadalmi struktúráknak át kell alakulnia, különösen a 22-től márciusban kezdődött egy olyan időszak, hogy a társadalmi struktúrák át fognak alakulni, mint például a társadalmi összefogás, stb. Nyilván az lenne az üdvös, hogyha ennek az archetípusnak bölcsöreg a magasabb szintjét tudnánk megélni. Tehát például az ember felelősségvállalása, önmagáért, rábízott léttagozatokért, stb. Nézd meg, hogy hol van ez az életedben, a te életteredben, hivatásod, munkádban, stb. Nyilván ennek jönnek az árnyoldalai, ez szükségszerű. Ha ezt belülről nem tesszük, jön a korlátozás, a lemondás, a szűkülés, a szükségállapotok, szűkösség, és így tovább, ez mindenek az archetípus. A félelem szintén ennek az archetípusnak az árnyéka, vagy félelemkeltés. A másik főszerepet játszó archetípus az a mágus archetípusa, a nagy transformátor, ha úgy tetszik, Hádész, az alvilági beavató. Most a gyökerekig kell lehatolni. Az alapokig, a személyiség gyökerekig, tehát ti, akik ezzel foglalkoztok, nagyon figyeljétek meg, hogy személyiségfejlődésben, önismeretben mit nem dolgoztatok át, minek nem mentetek a mélyére, és ennek nyomán mi az ilyen, az életfeladat, sorsfeladat, magatokkal kapcsolatos önismereti feladat, amit elodáztatok eddig, nem fogtatok hozzá, nem tisztáztátok, nem tudtátok megcsinálni, mert most van itt az ideje. Ennek jön egyre inkább a belső kinyomása, és a külső körülmények is erre fognak késztetni, mert az archetípus egyetemesen megvalósul, ami azt jelenti, hogy megvalósul az egyénben, a közösségben, a világban, az élettelen természetben, az élő természetben, minden erről szól. A természet is erre tanít bennünket. A társadalom is erre tanít bennünket. Nyilván ezért ebben az évben lehetett tudni, hogy mélyülnek kollektív természeti katasztrófák. Beleértve ugye az egészségügyi katasztrófát is, mert ez a természet része, például amiben most benne vagyunk. Mert ez megtanít önmagunkkal szembenézni gyökeres változásokra. Ugye ez az archetípus mágus, ez az átváltozás, tehát most az egyénnek és az emberek sokasságának, az egész emberiségnek gyökeres változáson kell keresztül mennie, mert ugye ez a helyzet gyakorlatilag a görög mitológiában Hádész. Itt nem lehet már tovább menni, nem enged tovább, csak akkor hátváltozó, vagy lepusztít. Tehát ezért lehetett látni, nem kellett hozzá nagy jó tehetség, hogy itt most radikális változások lesznek a világban, mert szintet kell lépni. A harmadik archetípus, ami most főszerepet játszik, és ez segítséget, nagy segítséget ad a főpap. Vagyis, hogy a tudatunkat tágítsuk, tágítsuk a holisztikus gondolkodást, az integrál szemléletet. Ugye, ha belegondoltok, akkor a világban, most a világrendszereket nézzük, ilyen társadalmi rendszereket, ugye vannak fundamentalista rendszerek jelenleg, feudális rendszerek, korai ipari rendszerek, vannak globál kapitalista ipari rendszerek, és globál kapitalista plurális rendszerek, és hát mi lenne a jövő, amiről Ken Wilber beszél, az integrál. Tehát világszinten. Ez születik most egyébként. Tehát ezekkel a nehézségekkel, ami lesz még ezután a társadalmakban,
társadalmi forradalmak előtt állunk. Nyilván azért imádkozunk, és ez az ima éve is ebben az évben, meg az összefogás, hogy ez lehetőleg ne rebellióval, ribillióval történjen, és ne annyi felfordulással, hanem olyan belső szabad összefogással, amit például az a járvány már hoz. Nézzetek magatok köré, hogy milyen társadalmi összefogások vannak már világszinten, spontán módon, nem manipuláltan, belső szabadságból. Látjátok a példákat. Tehát elindult a reform folyamat, azon dolgozzunk egyéni szinten is saját sorsodért felelősséget vállalva, hogy ez kollektíven is lehetőleg az ébredés irányába történjen. És ez szükséges, ugye a főpap megadja, hogy magasabb szinten ránézzünk önmagunkra, holisztikusan, integráltan, ne ellenségképeket keressünk, hanem behalásszuk a lehasított, kivetített tartalmainkat, mert ugye a nem behalászott, a kintartott projekciók generálják az ellenségképeket, mindig így működik. És a főpap egyben, mivel magasabban magunkra tudunk nézni, amivel kezdtük a mai órát, ugye, hogy ránézel a gondolat, a légzésedre, ugyanúgy a gondolatodra is rá tudsz nézni, ez fölkapcsol a magasztoshoz. Ez a hit. Ez az év a hit próbája. Ego próbák lesznek, sok ego prób és hit próba. Ez a főpap, tehát a hitünknek a próbája és gyakorlata, sőt annak a szellemi tudásnak, praxisnak, amit eddig összeszedtél, a hétköznapokban hogyan tudod gyakorolni, mert a konstellációkat nézve, meg tudjátok nézni a prognózist, a sűrűje még most jön a következő két hét például, de az egész év olyan lesz, mint az ivatarlánc. Tehát itt nem nagyon lesz nyugi ebben az évben, de a szellemi ebben, fizikai síkon nyilván ebben lesznek további megpróbáltatások. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy közben viszont ez egy forradalom, ez egy megújulás, amiben vagyunk, és ez nem nagyon, az a helyzet, hogy a materializmus nem tudjuk másképp átalakítani, csak azzal, hogy ennek van egy ilyen áldozathozó része szükségszerűen. És még két archetípus főszerepet játszik, tehát gyökér archetípusok főszerepet játszanak. Egyrészt bejön a Hérosz az év második felében, úgyhogy azért kell összeszedni magunkat, hogy Hérosszal ne a háborútkat éljük meg, meg a társadalmi erőszakot, hanem ezt a Héroszi energiát, ez energy legyen ahhoz, hogy céltudat, Hérosz, és ugye héroszi energia kell, egy hős energia kell, hogy önmagammal szembenézzek. Ez egy konfrontatív mozdulat. Na, hogy arra használja minél több ember, és én nagyon mélyen hiszek abban, hogy minél több ember fölébred és felelősséget vállal magáért, akkor ébred a közösség, a kisebb és a nagyobb közösség is. De amit akartam mondani, még színpadon van a bölcsbohóc archetípusa, hogy így mondjam, ami hozza mindezekből egyébként a szabadságot. Mert hogyha tudatos vagy, és felelősséget vállalsz magadért, ha nagyobb szinten rá tudsz tekinteni magadra, akkor tudsz belépni a szabadságnak a dimenziójába. Ezt tudjuk, hogy szabad csak az tud lenni, aki felelősséget vállal magáért, aki beleilleszkedik a sorsába, elfogadja azt, és a kozmikus rendbe. Ugye bizonyos filozófus ugye mondta, hogy a szabadság felismer szükségszerűség. Goethe után szabadon idézve, ugye szabadon választom azt, ami egyébként is a sorsom. Na, itt kezdődik a szabadság. Tehát együtt működök a kozmikus renddel. És a szerető archetípusa is itt van, ugye a szerető archetípusának a magas szintje az önzetlen szeretet, a szívből hozott áldozat és az együttérzés. Ez is fölébred a világban. Egyelőre még úgy, hogy katasztrófák segítenek benne. A járvány ez az analógia, mert a szerető archetípushoz tartozik a járvány, ugyanis a járvány az nem ismer határokat és embereket sem, és nem válogat. Tehát itt mindenki egységes. Mindegy, hogy ki vagy, ha megbetegszel, mindegy, hogy uralkodó vagy, polgár vagy, kész. Tehát ez egy ilyen archetípus, ami az egységben és az összefogásban segít bennünket, meg hát ebben az útban ez kicsit bonyolultabb kérdés. Tehát ezeken így javaslom, hogy gondolkodjatok el, és amit még így kvázi csak ajánlott házi feladatként mondok nektek, hogy amire az előadás inspirált benneteket, elgondolkodtatott, stb. Egyrészt vigyétek tovább magatokkal, tényleg váljon az önébredésetekre, azt kívánom. Másrészt kezdjetek el megnézni magatokban, hogy amit tudtok az archetípusokról, hogy milyen arányban vannak beletek ezek az archetípusok. Ugye az archetípusok arányáról is szó van. Tehát még egyszer itt szeretném összefoglalni, hogy azokkal az archetípusokkal van dolgod elsősorban, ami a nem identitásod egyensúlyos megéléséhez kell, ami a karmát teljesítéséhez kell, az életfeladatot teljesítéséhez kell, a sorsfeladatot teljesítéséhez kell, és ami a karaktered, a személyiséged egyensúlyához kell.
Tehát sokféle archetípussal van dolgod egy életben, de nem mindennel. Amik nincsenek annyira felszínen benned archetípusok, azzal kevés dolgod van, maximum csak annyi dolgod van, hogy bizonyos archetípusok ne legyenek nagyon aránytalanok. Mert ha valamit nagyon-nagyon nem élsz meg, és nagyon aránytalan, akkor azzal annyiban van dolgod, hogy hozz egyensúlyban. Ha viszont valamit nagyon nem élsz meg, vagy alacsony szinten éled meg, viszont szükséged van rá a nem identitásodhoz, vagy a sorsodhoz, azzal viszont kiemelten dolgod van, vagy a karmádhoz. És mondok még a végére megint egy példát, hogy nagyon gyakori, hogy valaki például nőnek születik, és tele van férfi archetípusokkal. Hát ez egy kihívás önismeretileg. Hát ilyet hozott. Ezzel van dolga, nem véletlenül így született meg. Nyilván nem az a dolog, hogy akkor ő elfolytsa magában a férfi archetípusokat, mert az nem jó, az elfolytása soha nem jó, mindig az integráció az út. Hanem megtanulja azt megismerni, elfogadni, és beleszublimálni tevékenységekbe. Tehát nőként is olyan hivatásba, olyan önkéntes dolgokba, vagy akár elmegy, akár nőként harcművészetet gyakorolni, stb. Tehát kifuttatni, levezetni, kifuttatni, és transformálni, majd sublimálni, de mellette keresi azokat az önismereti lehetőségeket, szellemi gyakorlatokat, stb., ahol föl tudja ébreszteni magában a szükséges női archetípusokat, azokat az emberi kapcsolatokat, párkapcsolatokat. Nagyon sok minden egy archetípus föl lehet ébreszteni. A művészet például kitűnő eszköz erre. Olyan filmeket nézel meg, részt veszel olyan kreatív alkotói folyamatokban, ami fölébreszti, művészetterápiától kezdve bármilyen fölébreszti az adott archetípust. Vagy, ha nagyon spirituálisan nézel, kapcsolatba kerülsz például szeretett kapcsolatban olyan emberekkel, vagy ellenkező neműekkel, akiben az archetípus föl van ébredve, és mondjuk vele egy szeretett kapcsolatban vagy, vagy egy misztikus, mágikus, szerelmi kapcsolatban vagy, akkor rögtön föl tud ébredni az archetípus benned. De ami egyébként szunnyad, mert mindegyikben ott van, csak elszennyezve van ott, vagy éppen elfolytva, vagy nincs annyira fölébredve. Gondolj az irodalmi művekre, nagyon tudnak inspirálni, hát a filmek, a filmművészet. Nem véletlen, hogy az irodalomban azt mondjuk a főszereplő, hogy főhős. Azt mondjuk, hogy főhős. Vagy mellékszereplők, de azok is archetípusokat. Ugye azt mondják például, ha a művészetet nézzük, hogy 64 ilyen tipikus, archetípikus helyzet van, és ez a görög drámákban ezeket meg is jelenítették. És az archetípusokhoz, tehát, mint mondottam, út tartozik, élethelyzet tartozik, életszituáció, a szülés is egy archetípus például. Tehát, hogyha nyilván egy nő szül, akkor elő kell szednie magába a szülés archetípusát. Belé van persze kódolva, ugye egészen mélyen archaikusan és a tudattalanban. Persze lehet valaki olyan karakterű nő, aki nem anyatípus. Valószínűleg soha nem lesz az, de hogyha sorsa és sorsfeladata, akkor kénytelen magába felébreszteni. Ha meg nem anyatípus, és mondjuk nincs dolga az anyasággal, akkor meg mázlia van, mert azzal kevesebb munkája van. Vagy fordítva a férfiaknál is, hogy egy férfiban túlteng férfiakban a női archetípus, most mit csináljon akkor, bője főbe magát? Nem. Hanem szublimálja például olyan tevékenységekbe, férfiként például művészet, segítőhivatás, terápiás hivatás, mi férfiak ezeket a például női archetípusokat ilyen tevékenységekben gyönyörűen tudjuk megélni, kifuttatni, szublimálni. Mellette meg menjen el férfi körbe, most ne a meccsre anyázni, meg ne a kocsmában, nem erről beszélek, mert az alacsonyabb szintje, hanem olyan jellegű férfi körben, harcművészetet gyakorolni. Ugye egy párkapcsolat egyensúlyában is nagyon fontos, hogy például a nők járjanak külön női társaságba. A férfiak külön férfi társaságba. Férfi szolidaritás, nők női, férfi bajtársiság, nőknél pedig női testvériség. És itt ott női energiákat és archetípusokat tudnak felébreszteni, fejleszteni, férfiak férfi energiát, és ha ezt mind visszahozzuk a párkapcsolatba, akkor pedig a polarizációt fogjuk segíteni a partnerünkkel. Tehát mindennek megvan a rendje, ezt akartam mondani, és hogy az egyensúlyról is van szó, meg azzal, hogy mi van dolgod, tehát a házi feladathoz most adtam instrukciót, hogy ezt nézd meg magadban, írd össze magadban, mivel van most dolgod, főleg az életedben, milyen területen, milyen archetípus kéne felébreszteni, és hogyan dolgoznál ezzel, akár önismereti módszer szintjén, akár szellemi praxissal, hogyha azzal van dolgod, vagy akár az életszínpadán másféleképpen, és ezt tedd aktuálissá, hogy most a világban zajló főszerepet játszó kollektív archetípusok tekintetében hogy van dolgod, és hol van ebben a helyed. Tehát hol kell neked felelősséget vállalni. Most például nézzétek meg, ez a járvány eléggé behozta. Ugye, hogy megfelelően betartva a szabályokat, felelősséget kell vállalni, nem csak önmagadért, hanem egymásért is. Mondjuk azzal, hogy otthon ültök, meg nem a tér felül ülök most ott a teremben, nem tudom hányan. És így tovább. És
itt vannak az emberek, akik köszönöm neked, Gábor, meg Attila, hogy a technikát is összehoztátok, meg én is tanulom ezt a technikát, mert nem vagyok annyira barátja, meg elszoktam tőle, én is a jövő heti asztrológia órámat például a Zoom-on keresztül fogom megtartani. És akkor ugye a végén, mielőtt elbúcsúzom tőletek, akkor annyit mondanék, mert ti is néhányan a integrálásotok még ebből a csoportból is voltak érdeklődött, hogy két programom van, amit ehhez kapcsolódóan tudok ajánlani. Ez nincs fönt, amit most mondok sehol, úgyhogy ha akartok jelentkezni, akkor e-mailt küldjetek nekem az e-mail címemre, az e-mail címem az a kisjozsefzsolt.hu-n van. Lesz egy 5 napos archetipusokról szóló kurzusom, augusztus 19-23-ig. Nyilván akkor, hogyha valamennyire konszolidálódik az országban a helyzet, hogy lehet csoportot tartani, mert azért szerintem ez még hónapokig el fog húzódni, legalábbis asztrológiailag azt látom, hogy azért ez nem 2 perces lesz. De augusztus 19-23-ig már reménykedve, hogy meg tudunk tartani egy csoportot. Ez egy, itt spirituális szinten dolgozunk alapvetően a király, királynő, uralkodó, uralkodónő, apa, anya archetípussal, tehát magyarán asztrológiailag ez az oroszlán, rák, nap és hold archetípusa, és mellette a szűzzel is dolgozunk, mert uralkodó szolgálat és alázat nélkül nem uralkodó, ezt nyilvánvalóan érzitek és tudjátok. Itt gyakorlati szinten dolgozunk ezekkel. Jó, tehát itt mozgással, dramatikus eszközökkel, játékokkal, sporttal, programokkal, művészeti programokkal, filmekkel dolgozunk. Nem kell ehhez semmiféle alap előkészültség, bárki jöhet, és nem kell az asztrológiához sem érteni. Jöhet olyan is, aki azt érti az asztrológiát, jöhet olyan is, aki nem. Jöhetsz párral is, mert ez nem kontraindikált, tehát ez nem egy terápiás csoport, nem egy önismereti csoport, mert egy önismereti csoportnál nyilván ott kontraindikáció lenne mondjuk, hogy a családtagok egy térbe legyenek. Ez nincs sehol hirdetve, de hogyha küldtök nekem egy e-mailt, a honlapomon lévő e-mail címemre, egyébként kisjzsolt2s@gmail.com az e-mail címem, de rajta van a kisjozsefzsolt.hu-n, csak annyi, hogy jelentkezel, mindenféle elkötelezettség nélkül jelentkezhetsz, és kapsz erről értesítést, hogy mi a program, mennyibe kerül nagyjából 2 hónappal előtte. A másik, amit tudok ajánlani, az viszont rajta van a honlapomon, a kisjozsefzsolt.hu-n, hogy indul egy asztrológia alapkurzusom, iskolám, egy több éves képzésem ősztől. Ez adhat egy ön- és sorsismereti disziplint, az archetípusokról egy mély alapot, ami azt jelenti, hogy tudatosabban tudod vezetni az életedet, kapsz egy önismereti általános műveltséget magadról, anélkül, hogy asztrológushoz mennél, meg tudod nézni a saját horoszkópodban a saját archetípikus térképedet, megtanulsz egy világnyelvet, ez egyben egy tréning is, a jobb és a palacsféltekéd egyszerre való használata, tulajdonképpen tágítod a tudatodat, elsajátítod a holisztikus gondolkodást, ami segít ahhoz, hogy az archetípusoknak a magasabb szintjét éld, és a magadban lévő archetípusok magasabb szintjét. Nyilván, ha pedig élethivatásod, akkor a szudogossá is válhatsz egy több éves képzés megfelelő vizsgarendszerrel. És apropó, hogyha segítő hivatásban vagy, mint komplementer medicina maximálisan használható. Tehát minden info a kisjozsefzsolt.hu-n, illetve a előbb említett csoportra az ott lévő e-mail címen lehet alapvetően jelentkezni. Hát én azt mondanám a végére, hogy ugye egyetlen ismeret van, a többi csak toldás, alattad a föld, feletted az ég, te vagy a létra. Amúgy is javaslom, akár Hambas Bélát, akár Vörös Sándornak a Teljesség felé című művét, ugye ez ebből való. Azt kívánom nektek, hogy legyetek ti is, meg legyünk mi is a létre, és mindenki tegye meg a következő lépcsőfokát ezekben a transformatív és egyben kegyelmi időkben a megfelelő lépését minden szinten. De egyébként, hát most már 45 van, most már szerintem nincs idő kérdésre, úgyhogy, de ha van olyan kérdésetek egyébként, nyugodtan írjátok meg az e-mail címemre, mert akkor is, ha mi itt így nem találkozunk, közben vannak nyilvános videóim, amik következő 2 hét múlva is mondok majd prognózist, közérthető módon a járvány videónak is lesz egy folytatása, és akkor ilyen kérdésekre válaszolok. Ez a YouTube csatornámon ott vannak ezek az anyagok, meg az eddigi egész évről szóló előadásaim is. Úgyhogy szeretetet, éberséget, békét, összeszedettséget különösen ezekben a napokban.